A helyszínre érkező jászsági rendőrök szemlét tartottak és adatokat gyűjtöttek, majd rövid időn belül elfogták és előállították a rendőrőrse a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét, egy 17 éves jászapáti lakost. Lakásomon tartózkodtam otthon, amikor szolgálaton kívüli kollégám telefonált és segítséget kért, miszerint a jászapáti római katolikus templomban épp lopás közben tetten ért két helyi lakost. Ezt követően a helyszínre siettem, és ott a kollégával visszatartottuk a szolgálatos egység kiérkezéséig a két jászapáti lakost, akikkel szemben további intézkedéseket a jászbéli rendőrkapitányságon foganatosították előállításukat követően. Miután a Szent Mise véget ért, mint utólag kiderült korábban eltulajdonított kulcsokkal, amit a sekrestéből tulajdonítottak el, ott lévő perselyeket kinyitották, és ezen cselekedetük közben a szolgálaton kívüli kollega tetten érte őket, aki éppen a templomban tartózkodott, majd ezt követően kérte a segítséget tőlem, és a további intézkedéseket utána foganatosítottuk velük szemben. A nyomozók a fiatalt lopásvédség megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgattak.